Madártávlatból is láthatók Máté Szalka legszebb pontjai ebben a most megjelent kötetben. A könyvet a Szatmári Múzeumban mutatták be a közönségnek. Itt elhangzott, legutóbb a 90-es években jelent meg a város történelmét és néprajzát feldolgozó tanulmánykötet. A most kiadott albumot azonban más tematikával szerkesztették. Régi vágyunk vált valóra a mai nap, aminek a keretében Máté Szalka, a Fényvárosa címmel egy képes albumot jelentettünk meg, mutattunk meg a nagy közönségnek. Régi álom, mert nagyon szeretjük ezt a várost. Ez a kötet, ez nem teljes, hiszen ez nem egy dokumentum album, hanem ez egy hangulatot, egy lelkesedést, egy érzést, egy csillogást szeretne megmutatni abból, amit mi érzünk, amikor Máté Szalkára gondolunk. Sok szépség található a könyvben, remélem, hogy nagyon sokan fogják majd szeretettel, pozitív érzések közepette forgatni ezt a könyvet. A képes album mellett egy mindenki számára hozzáférhető, Máté Szalka látnivalóit bemutató virtuális túrát is kidolgoztak a szakemberek. Követve az új kornak a lehetőségeit, virtuális túra formájában is be lehet barangolni ezeket az intézményeket. Márki a telefonjáról, számítógépéről bejárhatja föltől az a plafonig minden épületet, minden szegletét, kinagyíthatja különböző információs pontokban, amire rákattintva a teljes információt megkapja róla. Videó bejátszások vannak benne, amely egy-egy helyről, helyszínről, polgármester úr, Bokor Balázs, Pénzes Otto, jó magam, adunk olyan információkat, amelyek mind-mind elérhetőek, és hát ahogy a korábban is volt már egy ilyen virtuális túránk, ami elavult. Akkor még csak álom volt ez a fejlesztés, amit a Kossuth utcán is megvalósul. Akkor még szomorú volt ez az utca, mint egy 5 évvel ezelőtt. Őszi felvételek voltak, ködös volt, nem voltak lombok a fákon, de ez a mostani virtuális és túl a nyáron készült gyönyörű fényekkel, gyönyörű megújult városrészekkel, épületekkel, és azt mondom, hogy büszkék lehetünk. És ez a világ bármely pontjáról elérhető, hiszen a könyv az nem jut el mindenhova, de maga a virtuális túra a világ bármely pontjáról megtekinthető. A túra a következő napokban felkerül a matesalka.hu oldalra. Az eseményen elhangzott, már tervben van a képes album bővített kiadása, a virtuális túrát pedig a megvalósuló beruházásokat követve szeretnék továbbfejleszteni. Egy összefűzve azokkal a makovácsi értékekkel egy csodálatos.